kollégiumnak volt egy különös helyisége, olvasónak hívtuk. Ez egy minősített szoba volt, csak az esti szilencium után lehetett az olvasóba menni, addig az be volt zárva. A kollégium igazgató mindenféle folyóiratot járatott. Azt hiszem, az akkor összes létező magyar irodalmi művészeti, leginkább havilapok voltak ezek, Tiszatáj, Kortárs és a többi. Ezeket olvasgattuk rendszeresen, és azt nem tudom megmondani, hogy ki hívta fel a figyelmet Csóri Sándor verseire, de az ott ezekben a folyóiratokban megjelenő verseit olvastuk először. Persze a szegény diák verses könyvet még nem vesz más könyvet se nagyon, de azt tudom, hogy a Szép versek volt egy ilyen antológia, az évről évre megjelent. Azt a kollégium igazgató mindig megvette, kitette, ott sorakoztak évről évre, és ebbe is meg lehetett találni Csóri Sándor verseit. Ez valahogy így kezdődött. Csóri Sándor, Nagy László, Ág István, Illyés Gyula, hát akkor még élt Illyés Gyula. Tehát a nagyok verseit azt 14-15 éves koromban kezdtem olvasni. Prózát is? Az később, az már teológus koromban, akkor már kötetekhez is hozzá lehetett jutni. Meg felfedeztem azt, hogy Csóri Sándor nem csak szép verseket ír, nagyon szép verseket ír, hanem a prózája, leginkább az esszéi, az elemzései, azok egy egészen másfajta, ha szabad ezt mondani, megfogalmazó logikát tártak föl. A versei, nem vagyok műítész vagy kritikus, a versei számomra a szürracionalitás tartományába estek, tehát a valóság egy-egy eleme, képe, egy tájkép, egy mozzanat, főleg a természetből felröppenő madarak, ez nál a gyakori kép, az eső, rendkívül a hó. Kép, a hó, tehát amiben benne él az ember. Ezek egy különös, varázsos világot hoznak az ember elé. A prózája, de főleg az esszéi, ettől eltérőleg, nem ezzel szemben, ettől eltérőleg az elemzőkészségét mutatja. Ez is igényel természetesen egyfajta szintetikus gondolkodást, dolgokat, tényeket, történeteket, eseményeket egymás mellé tenni. De hogy például ő kielemzi a magyar paraszt sorsát, vagy a városra kerülő embernek a sorsát. Tőle olvastam, ez nyilván az ő leleménye, először a önkizsákmányolás kategóriáját, hogy leírja, hogy a 70-es, 80-as évek magyar embere hogy fordul befelé önépítésbe, önkizsákmányolására. Vagy ahogy értekezik a népdalról, vagy a magyar művészetről, Bartókról. Ez egy egészen különös dolog. A költők általában nem jó elemzők, ők tegyék össze, legyen szép, álljon össze. Tehát neki volt egy másik világa, ami leginkább az eszébe jött ki. Talán nem is való nagygyereknek, kamasznak, ábrándos szerelmesnek, ehhez már inkább érettség kell, és bizonyos fokú tudás, hiszen számít arra, hogy az olvasója az általa megemlített, bemutatott dolgokat valamiképpen ismeri, ő pedig arra igyekszik, hogy ezt másféle módon mutassa meg. Leginkább Németh László eszéjére emlékeztet az a mód, az a szemléletmód, ahogy értekezik. Leginkább úgy éreztem, hogy az ő értekező módja is, és a stílusa is, leginkább a dunántúli, közelebbről talán a pápai kollégiumnak a hatásait hordozza, amelyhez tudni kell, lehet, hogy Hanvas Béla segítene nekünk, aki ugye megírta a magyar égtájak szerinti karaktereket, hogy mennyire különbözik az erdélyi az alfölditől, az alföldi a dunántúlitól, vagy a felvidékitől, kedélyben, habitusban, beállásban, hogy a dunántúli embernek sokkal kedélyesebb a világszemlélete, mondjuk, mint az erdélyi. Az erdélyben van egy erős, markáns,
és életbe maradó akarat, ennek hangot is ad, ettől olyan érces vagy zengő. A Dunántúli embernek van szelíd öniróniája, ami Szabó Dezsőnek nem volt, iróniája volt, öniróniája nem volt. És nyilván azért a kor meg az idő is belejátszik, hogy teljesen más az, hogy valaki, mondjuk Szabó Dezső a 19. század prózáján nő fel, Kemény Zsigmondon, Jókain, Mikszáton, meg egészen más, hogy valaki már olvasott Szabó Dezsőt, Németh Lászlót és a többieket, ez nyilván alakul, indázik. Ami a verset illeti, vagy a versírást, nem a vers akar valamit, a költő akar valamit. De én Csóri Sándorban azt láttam, amit talán úgy tudok megfogalmazni, hogy Adi igazságát elismerve, hát beszélhetnénk Adi prózájáról is, az is ide tartozik, csak úgy megjegyzem, éppen nem egy Adi verse, hanem a Magyar Pimadára ad utaljak. Adi ugye arról értekezik, Csokonai jég visszamenően, hogy az is bolond, aki poétává lesz itt Magyarországon, mert nem hallgatják meg, a verseit nem tudja megjelentetni, lám ez már Csokonai idejében is gond volt, az extravagánsága miatt megvádolják, kiteszik, szóval csupa hányattatás. Adi meg azt mondja, hogy hát aki a versen keresztül, vagy költőként, lánglélekként akart valamit itt a magyar ügybe beletenni, az vagy megbolondult, vagy bevette magát a magyar pimodámba, az alkoholba, a drogba, az őrületbe, az önpusztításba, és a 20. század is sok ilyen költői életet mutat. De úgy látom, hogy Csóri Sándor ebben nem adott kezet Adi Endrének, ő sem megbolondulni nem akart, bár lettek volna dolgok, amiben belebolondulhatott volna, sem az önpusztításba nem akart belefogni. Ezek a dolgok távol álltak tőle, és talán éppen az öniróniája mentette meg ettől, meg az, amiről még nem beszéltünk, hogy közben azért ő nagy szervezkedő is volt. És nem a verseinek, vagy a népszerűségének, az olvasó tábora növelésének, vagy egy díjnak, vagy egy új kötet megjelenésének szervezkedett, hanem az ügynek, nekem, vagy az ügyeknek mindig voltak nagy ügyei. És abban hitt, hogyha valaki pontosan tud fogalmazni, akkor arra a pontos fogalmazásra, legyen az próza, legyen az vers, legyen az egy ünnepi köszöntő, legyen az egy vitában elhangzó fontos levezetés, illik azoknak odafigyelni, döntéshozóknak, nagy embereknek, politikusoknak, jóltevőknek, mindegy, hogy nevezzük őket, akiknek az a hivatásuk, rosszabb esetben az a szakmájuk, hogy nagyobb közösségek sorsáról döntsenek. A költő ugye bajba van, mert nem ő hozza a törvényeket. Platon nem is szerette a költőket, szerette volna kikergetni Kecskepásztornak valahova. A zenét se szerette, úgyhogy. Igen, de most ne roljuk föl neki. Tehát a költő nem, ezekben a dolgokban nem, nincs döntéshozói helyzetben. Úgy csodáltam, amikor az alakuló magyar parlamentben, 90-ben beültek írók és költők, és mondtam, hogy Istenem, mit fognak ők ott csinálni, amikor paragrafusokat rágnak, szabályrendeleteket fogalmaznak, egy betűn, egy teljesen lényegtelen betűn parlamenti obstrukciókra fognak fanyalodni. Mit csinálnak ezek az ihletett lángelmék, akinek a fejébe szép mondatok zakatolnak. De ugyanakkor mégis hisznek a költők abban, és jól teszik a hisznek abban, hogy a pontos és a tiszta fogalmazás, még hogyha nem is paragrafus, nem is egy államfői megnyilatkozás, nem is egy protokollszöveg, nem is valami választási kampányba eső szép szöveg, mégiscsak odafigyelnek erre rájuk, mert hogy emberből vannak ők is. Amerikában voltam ösztöndíjas, 82-83-ban. Chicagóban. Chicagóban, és onnan egy kedves ottani
ismerős emigráns Magyarországra látogatott, ismert a Csurri Sándort, meglátogatta, és elmondta neki, hogy van ott egy magyar fiú, egy lelkészjelölt, és hát rajong a Csurri Sándor verseire, és akkor Csurri Sándor fogott egy kötetet, Tenger és Dióleréről, azt hiszem, és írt bele egy szép dedikációt nekem, adatta az illető kezébe, ő pedig ezt kihozta Amerikába. Amikor véget ért az ösztöndíj, hát a legegyszerűbb módja a könyvek hozatalának az volt, hogy becsomagoltam őket dobozba, elvittem a chicagói postára, és hajópostával feladtam. Az jött két hónapig körülbelül, aztán megérkezett, persze fel volt bontva, a Magyar Vámhivatal felbontotta, nem tudom, mit kerestek benne, és az az érdekes, hogy az összes angol könyv benne, Orwell 1984-es Szolzsenyicin angol fordításban, minden megvolt, Csurri Sándor Tenger és Dióleré című könyvét kivették belőle, kicenzúrázták, miközben itt jelent meg. A személyes megismerkedésünk annak ellenére, hogy voltak röpke találkozások, a fiatalember találkozik a nagy költővel, négy napig nem mos utána a kezet, voltak ilyen dolgok. Az már itt a budahegyvidéki gyülekezetbe kezdődött, idejáró, ige hirdetést hallgató gyülekezeti tag volt, roppant kritikus, azt láttam rajta, és örültem is, hogy a templomnak a ebbe az oldalába ült, ahol én kevesebbet nézek, így aztán nyugodtabban tudtam végigmondani a dadogásaimat, de a különböző barátságok, baráti körökön keresztül, meg hát főleg magán keresztül Júliához mélyebb, intenzívebb személyes kapcsolattá vált. Olyan embert ismertem meg a verseiből, ahogy ő ezeken átszűrődik, mint aki nagyon józan, humoros józansággal tekint önmagára, nem nőtteti magát az égig, semmiféle pajácsaságra nem volt benne hajlandóság, nem játszotta el a 9. Mennyországban járó illetett költőt, akit Lábujjhegyen kell körbejárni és hajnározni kell. Nagyon megtisztelt, inkább így tudnám mondani, imponált, hogy azonnal és rögtön beszélgető partnernek fogadott, egyenesen bele a közepébe a legfontosabb kérdéseit felvetette, türelmesen végighallgatott, és elvárta, ez nekem mindig nagy próbatétel, hogy én is hallgassam végig türelmesen, általában nehezen megy ez nekem. Egy nagyon mély, azt gondolom, nem kellett erről túl sokat beszélni, egy nagyon mély, bizalmi kapcsolat jött létre a sorsról, a sorsunkról, az országról, a világról. Aztán később már, amikor jöttek a nagy betegségek, a betegséggel együtt a bezáródás, amikor már nagyon kevés embert engedett maga köré, valószínű a betegséggel is, meg lehet, hogy az életkorral is, meg lehet, hogy a csalódásokkal is. A csalódásokkal leginkább. Együtt jár az, hogy a férfi ember nem szerete, ha látják rajta, hogy meg van verve. Hogy lelkészként vagy barátként engedette közelebb magához, ezt nem tudom megítélni, de élvezhettem a bizalmát, és ez nagy örökség a számomra. Ő az az ember, aki mindig tevékeny volt, akinek nagyon nem lehetett megmondani, hogy mit csináljon a döntéseiben, az életében, szuverén volt mindig. Mint egy beteg kisgyerek, aki most másokra szorul, akinek rá kell hagyatkozni az ápolókra, a szeretetre, gondoskodásra, a jó szóra, ő, aki mindig tudott jó szót mondani, nem nagyon jött már ki belőle szó és gondolat. Szép és megrendítő pillanatok voltak, úgyhogy köszönöm, hogy ott lehettem. A költőnek az igazi hűsége, még akkor is, ha úgy érzi, hogy pedig megmondtam előre, mert sejtette, vagy megérezte, vagy
vagy olyan sokszor egy költő lelke, meg a verses, mint a szeizmográf, hogy mi még nem érezzük a tektonikus mozgásokat, de az jelző, valami készül, valami lesz. Az igazi hűség az, amikor utána utat keresni. Utat akkor kell keresni, amikor eltévedt az ember. Vagy utat akkor kell keresni, amikor nem eltévedt, mert bement egy zsákutcába, vagy valami nagy baj történt, hanem amikor elveszítette a célokat. És azért én, hát a magam szerény módján mindig próbáltam ebben a keserjéseiből egy kicsit kizökkenteni, hogy nem teljesen úgy van. Nem annyi a poéta szolgálata, a magyar költő szolgálata, hogy megmondja előre, aztán karba tegye a kezét, dől a világ, és akkor azt mondja, hogy na ugye megmondtam, milyen jó meteorológus vagyok. Hanem utána, és a 16. századtól úgy nagyjából addig tudjuk végig visszakövetni a magyar költészetet nevekhez, sorsokhoz kötötte, nyilván előtte is van. És magyarul. És magyarul, meg hát a népdalok ki tudja hány száz évre indásznak azok vissza. Azért a 16. századtól, ha elgondolom, Kecskeméti Végmihálytól kezdve Balassin át a kisebb-nagyobb költőkig, mindig azt látom, hogy ott vannak benne a romláskellős közepén. És akkor kell valamit mondani. Akkor kell a nádasokba menekült magyaroknak szép éneket írni. Akkor kell a kollégiumokba behúzódó diákoknak iskoladrámát írni. Akkor kell szépen megpróbálni magyar nyelven, eposzi nyelvbe foglalni a világ sok szép nagy legendáját, történetét. Akkor kell a síró szeméről letörölni a könnyet. Akkor kell megnyitni a remény dimenzióját. Vagy sztárai módján prédikálni. Hát mondhatnánk végig egészen a 20. századig, ahogy ez minden korban, minden történelmi helyzetben így volt-e, így kellett-e lennie, ez volt-e a költőnek a tiszte, ez a különös profétaság, hogy inkább utána úgy tudnám ezt mondani, hogy ha lapozzuk Ézsaiás proféta könyvét, ugye az elején ott van a sok mennydörgés, nagy baj lesz, vihar lesz, omlik a világ, jön Babilon, jön Egyiptom, minden elpusztul. Aztán a közepén elkezd vigasztalásokat mondani. Olyannyira így van ez, hogy vannak tudósok, akik azt mondják, hogy nem is egy, hanem legalább két Ézsaiás volt. Az egyik megírta a bajokat, aztán valaki az ő nevébe később, száz évvel később a bajok kellős közepén megírta a vigasztalást. Most a rendszerváltás körüli dolgok, amit én javarészt kívülről néztem, mert hogy nem volt időm rendszerváltással foglalkozni, éppen templomot építettük, meg haranglábat, meg harangot öntettük, meg gyülekezetet szerveztem a dzsumbói szélén, persze figyeltem én az eseményeket. Úgy ítélem meg, hogy abban Sándornak talán igaza volt, hogy valahogy úgy eltűnt egy csomó dolog, ami a 70-es, 80-as években, erre emlékszem, olyan fontos volt. Igen, író-orvosó találkozók. Hát na, hogy nem a Népszabadság ügyeletes belpolitikai rovatvezetőjét akartuk meghallgatni, hogy a biafrai helyzetről tájékoztasson bennünket. Hát na, hogy nem a Kékfény vezető újságírójára voltunk kíváncsiak, hogy ki hol merre lopta el a párnából a cihát. A költőkre voltunk kíváncsiak, meg főleg azokra, például Csóri Sándorra, akik nem csak írni tudtak verset, eszét, nem csak vitatkozni tudtak, beszélni is tudtak. Nagyon, nagyon fontos volt egy hazugságokkal megstruktúrált világban, ahol, ahogy szoktuk mondani, ha kérdeztek, akkor is hazudtak. Valaki kiállt, és akár költői metanyelven, akár a magyar népdal hatása, nem tudom, a világzenére címmel tartott egy eladást, de igazat mondott, mert önmagát mondta, erre
most csúnya pestes szóval, erre azért sokan voltak vevők. Na, jött a rendszerváltás, abban a reményben jött, úgy gondolom, hogy hát akkor tessék bemenni a parlamentbe, tessék beülni a közmédiumokba, tessék kiadni a könyveket, tessék tisztességes újságírást csinálni, tessék felállni a katedrára, most már nem kell történelem, meg irodalom órán hazudni, meg kémia órán sem, nyugodtan mindent el lehet mondani. Egy kicsit, mintha a költők az előszobában maradtak volna. Bement a társaság intézni a dolgokat, ők az előszobában maradtak, aztán benéztek, és azt látták, hogy nem intézik a dolgokat, hanem kocingatnak, és jól érzik magukat, és ünnepelnek. És közben itt vagyunk mégiscsak a baj kellős közepén, mert a rendszerváltás nem oldott meg egy csapásra szinte semmit. Legfeljebb azt, hogy hozzákezdhettünk többé-kevésbé szabadon a saját sorsunkhoz. Úgyhogy én ezt egy kicsit másképp látom, hogy ki volt ezért a felelős, vagy mi volt ennek az oka, vagy milyen folyamatok történtek itt ilyen módon, azt nem tudom megmondani, nincs ilyen elemző képességem, de azt láttam, hogy ő vele együtt sokan kitűnő költők, írók, publicisták, gondolkodók, olyanok, akik életbe tartották a reményt. Na hát éppen amikor a remény kikelt a betegágyból, és megtette az első bizonytalan lépéseit, akkor hát legalább annyit mondhattak volna nekik, hogy köszönjük szépen, hogy ott tetszettek ülni a élőhalott ágya mellett, virasztottak, vizet csepegtettek az ajkára, dudoltak valami altatót a fülébe, vagy éppen fölébresztettek, ha erre volt szükség. Ez nem történt meg, akik még esetleg a 60-as, 70-es, 80-as években egy asztalnál lógatták a fejüket Sándorral, busultak a dolgokon, ihlették egymást, vitatkoztak, mutatták meg egymásnak a műveiket, segítették egymást. De ezen emberek egy részéről kiderült, hogy hát ők sose voltak költők, sose voltak művészek, sose voltak lánglélkűek, mert abban a pillanatban, amikor kaphattak valami máshoz, akkor ahhoz kaptak, eltették a költői tollat, hirtelen a múzsa kirepült az ablakon, de valószínűleg soha nem is volt ott. Belekezdtek valami másba, és valószínűleg a Sándoron esett sérelmek egy része, nem minden egy része, biztos abból fakadt, hogy akkor hihetetlenül irritálta őket, hogy ott ül Csóri Sándor a mindent átvilágító tekintetével. Ott ül Csóri Sándor, neki nem lehet füllenteni, nem lehet ezt a botrányt szépen megmagyarázni. Látja, tudja is, nem is szól, és ez súlyos ítélet.